Százmilliók Nyírbátorba, a településen bővítik az ipari parkot, kerékpárút hálózatot építenek, valamint növelik a bölcsödei férőhelyek számát. Gondolkodjunk előre, akár több millió forintos kár is megtérülhet megfelelő utasbiztosítással. Házasság hete, egy héten keresztül több mint 300 programmal irányítják a figyelmet a házasság és a család fontosságára. €1400 millió forint értékben újabb három topos pályázatot bíráltak el pozitívan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A három pozitívan elbírált megyei fejlesztés mindegyike Nyírbátorban indulhat el a közeljövőben. Több mint 1 milliárd forintot fordítanak az ipari park bővítésére, 274 millió forintból kerékpárút hálózatot építenek, valamint 80 millió forintból bővítik a bölcsödei férőhelyek számát. Ezt Rákosi Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára jelentette be Nyírbátorban. 1300 milliárd forint a terület és település fejlesztési operatív program 2014 és 2020 közötti keretösszege. Országos szinten a forrás 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítják. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kapja ebből a második legnagyobb támogatási összeget, összesen 90 milliárd forintot, valamint Nyíregyháza, mint megyeszékhely további közel 30 milliárd forintot. A hatos választókerületben 104 program fog indulni hamarosan, illetve már jó néhány el is indult, és ez 15 milliárd forintot jelent. Ez területfejlesztési operatív program részeként érkezik a választókerületünkbe. A nyírbátori ipari park kihasználtsága szinte 100%-os, mintegy 20 vállalat működik itt, köztük olyan piacvezető cégek is, mint például a Deal Aircabin, a Coloplast vagy az Unilever. A cégek egyik elsődleges igénye az útfejlesztés volt, így korszerűsítik a Nyírbátort az M3-as autópályával összekötő szakaszt, illetve egy olyan összekötő utat is építenek, ahol a kamionok a települést kikerülve közelíthetik meg az ipari parkban működő gyárakat. Ezt szintén topos forrásból valósítják meg. Egy nagyon régóta húzódó támogatási döntésről van szó, amely Nyírbátornak is fontos, de fontos az egész megyének, a nyírbátori térségnek, hiszen rengetegen dolgoznak ebben az ipari parkban, a megyéből, a környékbeli településekről, 50 kilométeres körzetből is járnak ide munkavállalók. Ez egy nagyon fejlődő ipari parki övezete lett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. Nyírbátorban újabb három topos pályázatot bíráltak el pozitívan. Ezt Rákosi Balázs, Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár jelentette be a település ipari parkjában. Az első nyertes pályázat a 274 millió forintos kerékpárút hálózat kiépítése, a második a nyírbátori napsugár bölcsőde 80 millió forintos bővítési beruházása. A harmadik pályázat részeként valamennyivel több mint 1 milliárd forintot biztosítanak az ipari terület bővítésére, valamint egy központi autóbusz megállóhely kiépítésére, de az összekötő utat is ebből a támogatásból építik, és energetikai korszerűsítésre is fordítanak ebből az összegből. Az elmúlt években több 10 milliárdos forrást is nyertek a településen működő vállalatok. A városban a vállalkozók a mai napig számos projektet nyertek el a GINOP gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében. Ha a számai nem csalnak, akkor majdnem 30 milliárd forint értékben nyertek el eddig pályázatot a vállalkozók. Ez ugyancsak abba az irányba mutat, hogy a vállalkozások azok megerősödjenek, helyben minél jobban megvessék a lábukat, és tényleg, hogyha itt körbenézünk, akkor az ipari park az egy jó példa arra, hogy a vidéki Magyarországon igenis léteznek komoly ipari gazdasági centrumok. A magyar kormány legfontosabb célkitűzése a 2020-ig tartó időszakban, hogy megerősítse a vidéki településeket. Ennek érdekében javítja a helyiek munkalehetőségét és támogatja a helyben maradásukat. Közölte Rákosi Balázs Nyírbátorban. Európán kívüli utazás esetén akár 100%-os felárral is számolni kell utasbiztosítás kötésekor, mondta el híradónknak az egyik nyíregyházi utazás szervezéssel foglalkozó cég irodavezetője. Ők azt is javasolják, az utazók az utasbiztosítás kiválasztásakor ellenőrizzék, hogy az adott termék mely területekre nyújt fedezetet, mert baleset esetén akár több millió forintos kára is megtérülhet az érintettnek.
Az utazási irodák tapasztalatai szerint még mindig sokan vélekednek úgy, hogy egy külföldi utazáshoz felesleges biztosítást kötni, hiszen semmi gond nem történhet. Ám egy váratlan esemény könnyen akár több milliós plusz költséget is jelenthet a pihenni vágyóknak. Bicsérdi Rita, az egyik nyíregyházi utazás szervező cég irodavezetője híradónak elmondta. Az utazás tervezésénél mindig érdemes különböző szempontokat is figyelembe venni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy olyan dolgokkal is érdemes számolni, mint például szerepel-e valamilyen extrém sport a tervek között, hiszen ebben az esetben nagyobb a baleset kockázata. Nagyon fontos, hogy olyan biztosítás legyen, ami mindenre fedezetet nyújt, tehát az utasnak tudnia kell, hogy hova megy, milyen célból, és hogy ehhez milyen biztosítást tudjon választani. Ugye nyilván ehhez szakemberek segítségét kéri. Mi általában ugyanezeket az információkat megkérdezzük az utasainktól, hiszen csak ennek birtokában tudunk a számára megfelelő biztosítást ajánlani. A biztosítások általában minden biztosítás tartalmazza betegség, baleset, podgyász biztosítást. De az, hogy melyiknek milyen mértékű biztosítása lesz, különböző tényezőktől függ. A biztosítások napi összege 380 forinttól elérhető, de akár egészen több ezer forint is lehet. Hiszen minél nagyobb biztosítási díjat fizetünk, annál nagyobb kártérítési díjra számíthatunk. A gyermekekre mindig kevesebb, akár 50%-os biztosítási összeget kell fizetni, viszont a kártérítés díj összege egy esetleges baleset esetén is csak 50%-os. De az Európán kívüli utazások biztosítása is más díjtételbe tartozik. Természetesen az Európán kívül mindig felárral dolgozunk. Ugye ez is változik, hogy kinél milyen ez a felár. Ez általában 50-70%-os, akár 100%-os felár is lehet mondjuk egy USA vonatkozásában. És természetesen nem csak az Európán kívüli úti céloknál vannak felárak, hanem a különböző életkoroknál is, hiszen vannak olyan biztosítók, ahol akik az idősebbeket ugye kiemelt kockázatnak tekintik, és ezért ugye rájuk is felárat szednek be. A jelenlegi hazai biztosítási piaci körkép alapján az látható, hogy a biztosítók termékei és szolgáltatásai között nagy hasonlóság figyelhető meg. Viszont utazás előtt érdemes körültekintőnek lenni, hiszen figyelmességgel komoly összegeket spórolhatunk. Gyurcsány Ferenc kottájából játszik Csabai Lászlóné, ezt Szilvási István mondta ma nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A Fidesz nyíregyházi alelnöke szerint a szocialisták választási szórólapja nem tükrözi a valóságot, hiszen az olyan tényeket nem tartalmaz, mint a Gyurcsány kormány gázár emelése, vagy a 13. havi nyugdíj elvétele. A politikus hozzátette, a szocialista kormányok adócsapdába kergették az embereket, amihez Csabai Lászlóné lakásügyi kormánybiztosként asszisztált. Szilvási István felhívta az ellenzéki képviselőjelölt figyelmét arra, hogy ne mocskolódjanak a kampány ideje alatt. Az elmúlt napokban mindkét nagy párt megnevezte, illetve elfogadta, hogy akkor nincs sárdobálás és nem támadják egymást. Ehhez képest viszont olyan valótlan tartalmú szórólapok jelentek meg Csabai Lászlóné nevében, amelyek arra engednek következtetni, hogy ezt ők már felrúgták. Két eset lehetséges, az egyik, tudom, hogy 70 éven felül azért nem könnyű ezt megtenni, de mégis arra kérném, hogy minden esetben ellenőrizze le azokat az adatokat, anyagokat, amelyek az ő nevében kimennek, amit a munkatársai elkészítenek, mert hogyha valótlan tartalmú adatokat szolgáltatnak, vagy értelmezhetetlen az, ami kimegy, abban az esetben is az ő neve van ott. Az oktatás helyzetéről és jövőjéről tartott sajtótájékoztatót kedden a Jobbik. A rendhagyó eseményen egy országjárás keretein belül dr. Vargadom Andrea ügyvéd és dr. Brenner Koloman egyetemi docens is részt vett. A Jobbik 21. századi modern oktatást alakítana ki, amelynek első lépése, hogy visszajuttassák az ágazatba a korábban kivont forrásokat, így a párt a tervek szerint egy fejlett ország szintjének megfelelően a GDP 6%-át fordítaná az oktatásra, amely kiemelt nemzetstratégiai ágazatként jelenik meg a Jobbik programjában. Ez azt jelenti, hogy egy emberközpontú oktatásban gondolkodik a Jobbik, ahol a digitalizáció eredményeinek és eszközeinek beépítése megtörténik az oktatási folyamatban, ahol a tanulók és a tanárok, tehát az emberek vannak a középpontjában a rendszernek, és nem bizonyos absztrakt előírt tananyagok, hiszen a jelenlegi rendszerben a tanulók és a tanárok is túlterheltek. Pedagógus politikánk egyik alapvető lényege az, hogy már a kezdő pedagógus bért fel fogjuk emelni a diplomás átlagbér szintjére, hiszen jelenleg szégyenletes módon egy főiskolát végzett pedagógus 2200 forint bruttóval keres csak többet a garantált bérminimumnál. Ez egy tarthatatlan helyzet, és ez is mutatja a pedagógus társadalmi megítélését.
Négy gépkocsi ütközött kedd este Nyíregyházán a 36-os számú főút kivezető szakaszán. Egy autó lassított, majd az utána haladó három kocsi is fékezett, és a negyedik jármű egymásba tolta az autókat. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. Bruttó 7 forinttal csökkentette a 95-ös benzin és bruttó 6 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát a MOL. A csökkentéssel a benzin átlagára literenként 357, a gázolai 363 forintra mérséklődött. Idén már 4 kontinensen, 21 országban ünneplik a házasság hetét. Magyarország ebben az évben már 11. alkalommal csatlakozott az esemény sorozathoz. A programok vasárnap kezdődtek, céljuk, hogy a házasság és a család fontosságára irányítsák a figyelmet. Hazánkban az elmúlt 20 évben egyre kevesebben kötöttek házasságot, ez a negatív tendencia azonban a tavalyi adatok alapján megállt. 2018-ban a február 11-e és 18-a közötti időszak a házasság hete. Ekkor központba helyezik a házasság intézményét, azok problémáit és a családokat. Ez egyfajta figyelemfelhívás arra, hogy a házasság még mindig az egyik legfontosabb érték, amellyel törődnünk kell. Az elmúlt 20 évben egyre kevesebben kötöttek házasságot Magyarországon, azonban 2016-ban ez a csökkenés megállt, 2017-ben pedig stagnált, és közel 50 ezer pár kötött házasságot. Ennek népszerűsítése is a programsorozat része, amely közel 2 évtizede Angliából indult. Kötődik ez a Valentin naphoz, ugye ezen a héten lesz, ami számunkra egy idegen történet, mondhatjuk így. De én azt gondolom, hogy nem ezt kell néznünk, hogy most idegen országból, angol száz vagy amerikai szokásokat átveszünk, mert ebben az értéket kell nézni. Ha az jó, akkor mellé lehet állni. És azt gondolom, hogy ezért állunk mellé mi is, mert egy olyan nagyon, számunkra rettentő fontos értéket mutat fel, ami a jövő záloga. A házasság hetén központi és helyi programok várják az érdeklődőket, amelyeknek célja, hogy felhívják az emberek figyelmét a társadalom alappillérére, a házasságra. Ezek főleg misék, gyakorlati feladatok és előadások, amelyek segítenek megoldani a párkapcsolatban felmerülő problémákat. Sokszor beszélünk házassági krízisekről, konfliktusokról. Mi itt egy ilyen egyházi szolgálatban, a Görög Mentában foglalkozunk is ezzel, egyéni és párkapcsolati házassági krízisekkel is. Én azt gondolom, hogy nem ez lenne a fő cél, hanem az, hogy folyamatosan törődjünk, dolgozzunk a kapcsolatunkkal, a házasságunkkal, a családunkkal. Tehát ez egy munka, ez nem csak úgy van. Mindig szeretem elmondani a tűzhasonlatot, hogyha azt nem tápláljuk, nem gondozzuk, az kialszik. Ezek a problémák sokszor anyagi, munkahelyi vagy családi háttérből származó konfliktusok, amiket a felek sokszor szőnyeg alá sepernek, vagy nem tudják őket megoldani. A házasság hetének célja, hogy a párok szólítsák meg egymást, hiszen a felmerülő konfliktus mindig egy lehetőség arra, hogy újjászülessen a kapcsolat. Magyarország idén már 11. alkalommal csatlakozott a rendezvényhez. 5. alkalommal rendezték meg a Mindannyian Mások Vagyunk tehetségnapot a Vikár Sándor Zeneiskolában. A programon 180 gyermek és több mint 50 felnőtt vett részt, akik közel 50 produkcióban mutatták meg tehetségüket. Az előadások utáni konferencián pedig a hasznos tapasztalatokat és gyakorlatokat osztották meg egymással a szakemberek. Jubileumi rendezvényét tartotta a Lions Club a Vikár Sándor Zeneiskolában. A Mindannyian Mások Vagyunk tehetségnap célja, hogy a fogyatékossággal élő és az egészséges gyerekek integráltan legyenek együtt és vegyenek részt a különböző programokon. Az interaktív napot 5 évvel ezelőtt rendezték meg először. Az ötlet onnan jött, hogy a Bácsi Gusztáv Általános Iskolát már több éve támogatta az első nyíregyházi Lions Club, és rendszeresen vittünk adományokat, és amikor meglátogattuk az iskolát, ott a gyerekek minket nagyon kedvesen fogadta, és nagyon kedves produkcióval vártak minket. És a soron következő jótékonysági bálunkon eldöntöttük azt, hogy ezeket a gyerekeket fogjuk felhívni báli vendégeknek, fellépőknek. Nagyon nagy sikere volt a gyerekeknek, és amikor én lettem a Lions Clubnak az elnöke, akkor Demacek Zsuzsával összeültünk, hogy szerettünk volna ezeknek a gyerekeknek nagyobb lehetőséget és több teret adni, hogy ne csak 15-20 gyerek, hanem mutassa meg több száz gyerek a tehetségét. Így született meg a tehetségnap gondolata. Ehhez azóta számos civil szervezet és iskola csatlakozott. Az 5. rendezvényre nem csak Nyíregyházáról jöttek gyerekek, hanem Tiszavasváriból és Nagykállóból is.
a Lions Club képviselői pedig Miskolctól kezdve Kecskeméten, Szolnokon és Szegeden át egészen Szombathelyig képviseltették magukat. 180 gyermek van itt, úgyhogy tényleg remek nagy rendezvény lett. Felnőttek is 50-60 fővel, és hogy hány produkciónál, azt csak satszolni tudom, hogy egy olyan 40-50 közötti szám, úgyhogy tényleg egy nagyon gazdag program. Az énekes, zenés, táncos produkciók után a Lions Klubok, tehetségpontok, tehetségsegítő pedagógusok és szervezetek egy konferencián is részt vettek. Neves előadóink lesznek itt, Kormos Dénes és Tóth Ilona, ők a tehetséggondozás atyamesterei, úgy is mondhatnám, és jöttek azért, hogy megnézzék ezt a rendezvényt, másrészt pedig, hogy olyan segítő információt adjanak át, amivel a tehetségpontok sikeresen tudnak minősülni, pályázni. A rendezvény távlati célja, hogy az ország több pontján is megrendezzék a tehetségnapot. A konferencián ennek módszertanát is bemutatták a helyi szervezők. Megvédte címét az ülőröplabda magyar kupában a Nyíregyházi Sportcentrum. Az Erdősné Balog Erika által irányított együttes Budapesten 4 győztes meccset követően szerezte meg az elsőséget. A nyíregyházi csapat ezzel 26. magyar kupa győzelmét ünnepelhette. Hibátlan teljesítménnyel szerezte meg a győzelmet a Magyar Kupában a Nyíregyházi gárda. A budapesti döntőre 8 csapat nevezett. Erdősné Balog Erika együttese a csoportmeccsek során a Nagykanizs és a fővárosi Halasi Olivér SC ellen 2-0-ra győzött, a Tatabányát pedig 2-1-re múlta felül a címvédő. A fináléban a szerbiai Kikinda ellen 3-0-ra nyertek a nyíregyháziak, 26. alkalommal megszerezve ezzel a Magyar Kupát. Ezt vártuk, habár a döntőn én úgy gondolom, hogy olyan motiváltan és olyan agresszíven kezdték a játékot a fiúk, hogy gyakorlatilag esélyt nem adtak a Kikindának, éreztem végig az erőt a csapatban. A második szett ott egy kicsit izgalmasabb volt a végjátékban, 22-20-ról fordítottunk, de mondom, végig éreztem, hogy azon a napon nem lehet más a győztes, csak mi Nyíregyháza. Vitéz Gábor januárban tért vissza a pályára, így a finálé után már 16. alkalommal emelhette magasba a Magyar Kupát a nyíregyházi csapat kapitánya. A csapatokat már régóta ismertük, igazából nekünk volt egy gyengébb etapunk itt össze, sok hiányzással, munkai elfoglaltságokkal, tehát magunknak tettük nehezebbé ezt a Magyar Kupát, de elég jól sikerült a januári felkészülésünk. Sokan is voltunk edzésen, és gyakorlatilag nekem nagy meglepetésre elég sima lett a főleg a döntő. Nagyon jó volt szerintem a blokk munkánk, tehát azzal gyakorlatilag a szerb csapatot azonnal megfogtuk. 27-re vezettünk az első szedbe, abból körülbelül 10 blokkunk volt, és támadójátékban voltak pontatlanságaink, de ez gyakorlatilag a nem azt mondom, hogy rutin hiánya, mert nem vagyunk rutintalanok, de inkább a gyakorlás hiánya volt, ami hosszú hónapokban elmaradt, vagy nem olyan szinten lett a hiányzások miatt. Itt inkább azt lehetett mondani, hogy nagyon hullámzó volt egyes játékosoknak a teljesítménye. A következő hetekben a bajnokság felsőházi rájátszására koncentrálnak a nyíregyháziak, akik a Kikinda, a Tatabányi és a Vász társaságában várják a folytatást. Március végén Kikindára utazunk, ott az első 4 csapatból nekünk 2 vereségünk van, mert 3-2-re a Váctól, illetve 3-0-ra a Kikindáról az alapszakaszba kikaptunk, de ott akkor nem volt teljes a létszám. Hál' Istennek januártól teljes létszámmal és maximális erőbedobással készülünk. Nagyon motiváltak a fiúk, és mindenféleképpen azon vagyunk, hogy május elején Nyíregyházán újra bajnokok lehessünk. A tervek szerint májusban a Bemiskola csarnokában rendezik majd az ülőröplabda bajnokság utolsó fordulóját. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 1400 millió forint értékben újabb 3 topos pályázatot bíráltak el pozitívan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Mind a 3 fejlesztés Nyírbátorban indulhat el a közeljövőben. Több mint 1 milliárd forintot fordítanak az ipari park bővítésére, 274 millió forintból kerékpárút hálózatot építenek, valamint 80 millió forintból bővítik a bölcsödei férőhelyek számát. Ezt Rákosi Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára jelentette be Nyírbátorban.
Európán kívüli utazás esetén akár 100%-os felárral is számolni kell utasbiztosítás kötésekor, mondta el híradónknak az egyik nyíregyházi utazásszervezéssel foglalkozó cég irodavezetője. Ők azt is javasolják, az utazók az utasbiztosítás kiválasztásakor ellenőrizzék, hogy az adott termék mely területekre nyújt fedezetet, mert baleset esetén akár több millió forintos kára is megtérülhet az érintettnek. Idén már 4 kontinensen, 21 országban ünneplik a házasság hetét. A program sorozat vasárnap kezdődött, ennek során több mint 300 programmal irányítják a figyelmet a házasság és a család fontosságára. Magyarországon idén 11. alkalommal rendezik meg a házasság hetét, tavaly 72 településen 350 esemény csatlakozott a kezdeményezéshez. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 14-én, szerdán, friss hírekkel. Holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Továbbra is hideg, eleinte még nedves, majd nyugat felől szárazabb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Az előttünk álló éjszaka többnyire erősen, majd változóan felhős idő várható. Eleinte még több felé előfordul havazás, helyenként havas eső, éjjel nyugat felől fokozatosan szűnik a csapadék. Az északi szél időnként megélénkül. Reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, általában több órás napsütés várható. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg fronti hatás van térségünkben. Pénteken napos időszakok is lehetnek, majd északnyugat felől beborul az ég, és több helyütt számítani lehet csapadékra. Eső, havas eső, havazás egyaránt előfordul. Szombaton felhős idő lesz a jellemző, de csupán helyenként valószínű hószálingózás, szitálás. Szombatról vasárnap virradó éjszaka, átvonul térségünk felett egy nedves léghullám, többfelé kisebb havazást okozva, vasárnap napközben azonban már csak néhol lehet zápor, hózápor, hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt. A jövő hét elején változékony időre van kilátás, hétfőn helyenként, kedden többfelé vegyes halmazállapotú csapadékkal. A hőmérséklet jelentősen nem változik.